Tetik és tudomására adatik a község minden polgárának, hogy szüreti mulatság tartatik. Bíró úrunk parancsára a közelmúlt eseményeiből felolvastatok. Elmúlt évben a nagykonyi fehérházba új elnököt ültettünk, szenátust is kicseréltük, örvendezve ünnepeltünk. Slám két tűzről pattant menyecske igaz szóért kiállva, a bobiskoló honatják kedélyét felrázza. Mindenben a kislányok, csak így tovább, fehér nép sem adhatja alá. Kisebbség felbőszülve kormányt alakított, ám főnöke a pénzes zsákkal elhagyta a pillanatot. A két tanácsörözőben folyik az élet, régebben a kisebbség tartott így gyűléseket. Egészségügyünkben új asszisztens üzemelt, ki a gyógyulást mini szoknyával éri el. Felpattanva kerékpára, betegeket végigjárja. Ámul-bámul lapraja nagyja, s rögtön megnő a vérnyomása. Tavasztal a vásártér turizmusa fellendül, ugyanis a terület csónakázásra elkészül. Kultúrázunkat is ilyenkor várárok veszi körül, míg a direktor a pince mélyébe merül. Csinosodik kicsi falunk tája, meglátszik a közhasznúak munkája. Kisáruházunk átalakulva, a kapka portékáját árulja. Megszépült a bokros cég nagykonyi kirendeltsége, a benne lévő dolgozók munkakedve megnőve. Az éleple alatt szarkán ködrökkel megszedve, Batmanként távozott a színről elégedve. Nem hiába itt a privatizáció, neki is jusson már egy porció. Bokros csomagjából kifolyólag, sanyarú az élet utólag. Gyógyszerekben sincsen már sok örömünk, mert a legtöbbet evés után kell bevenni. Két hetente sugároz a falu tévéje, s benne van községünk meg annyi személye. Mellettünk a Fehérvár áruház is elbújhat, mert kicsi falunkban minden előadókat. Szeptemberben asszonyaink örömére a telefon megszólalt, esténként a vacsora helyett egymással csacsoktak. Egyes atyafiak a szexvonállal kacérkodtak, de mire forró lett a drót, sunyogvára oldalogtak. Szület idején hangos a hegyoldal, mindenki gyomra terítve jobborra. Tele a puttony, de a gatya is cudarult, Tista bácsi méri a múltkodat ravaszul. Sajnos eddig lakodalom nem tartatott, fiatalok mondván, nosza rajta bújunkágyba, nem kell ide az anyakönyvvezető papíros munkája. Hétvégén a panzió zajos, munkálkodik a zeneiparos. Ilyenkor megesik, hogy véletlen egy-két láb eltörik. Kukorítok a kas hajnal hasadtára, kiteremne talpon, ha nem a gépállomás színes fém szarkája. Pedig nem olyan könnyű a bejutás oda, örti a kapuját, hogy viszonyít oda. Kivette nagykonyi leleményes honfi, ki benfektes segédletével visszatér szokni. A rendőrség pedig nagy datátott szájjal keresi a tettest, kikenve minden hája. Véget ért a móka már, a sértődés ne essék, csak a jókedv vigadalom töltse be az estét. Este nyolckor születi báltartatik, mindenki megfigasztatik. Bálit utyi bálit lumpa menjen sűrűn táncba, hogy a bába egyetlen lány sem maradjon állva. Ricco,
Pestet. Yeah.
Köszönöm.